Bóval beszélgetek a Pocket udvarban. Szia! Szia! Hamarosan színpadra lépsz itt a Pocket udvarban. Hogy érzed magad? Mennyire vagy izgatott? Mennyire vagy izgulós típus? Őszintén szóval én minden koncertet borzasztóan félek. Szóval, amit most csinálnak a srácok, azt sem tudnám megcsinálni. Nekem ez a... Ez az én verzióm arról, hogy milyen a pokol, úgyhogy én nagyon félek minden koncertet. Azért azt gondolom, hogy sokkal rosszabb lehet, azért mégiscsak zenész vagy, mégiscsak élvezed azt, amit csinálsz, azt gondolom. Meg hát neked ez az első igazi fesztivál szezonod így előadóként, ha jól tudom, vagy volt már benne részed korábban is? Hát a tavalyi nyarat szintén végigtoltam, de azért nem volt ez ugyanolyan, mint idén. Szóval egy idén több koncert van, meg hosszabbak. Úgyhogy igazából ez olyan, mint tavaly volt a mélyvíz, de idén is van egy mélyebb. Igen, mert hát ott leszel a Sziget Fesztiválon, és azért most már itt telítődött a naptár még inkább. Akkor az is ilyen félelmetes pont, hogyha jól látom itt rajtad. De hogy éled meg ezt a fesztiválozást? Mennyire kedveled ezt? Hát, mint fesztiválozó tinédzser, nagyon szerettem. Így, hogy csinálom is kell valamit, és dolgom van. És az egész igazából egy nagy izgatottság, góc. Így kevésbé élvezem, de egyébként vannak ilyen érdekes, hogy például most voltam először a Campus Fesztiválon, az ilyen tök új élmény volt, meg szeretek visszajárni Debrecenbe, és igazából a művészetekbe egyébként szerintem felnőtt életemben nem is voltam, úgyhogy ez egy ilyen nagyon új élmény. Ma este lesz egy 30Y koncert is, gondolom azon is ott leszel majd. Nem, azt kihagyok haza. Egyébként mennyire izgulsz olyankor, amikor apukád néz téged, amikor a színpadon állsz? Őszintén szóval nem izgulok jobban, de nem azért, mert ne félnék, vagy ne tartanék a véleményétől, hanem azért, mert nem tudom, gyerekkoromban már végig kellett mennem azon, hogy így iskolai zongora előadások voltak, vagy mit tudom én, és igazából azok szerintem felkészítettek arra, hogy ilyenkor ne izguljak még sokkal jobban, vagy szükségtelenül. El szokott látni tanácsokkal esetleg egy-egy koncert előtt? Nyugodj meg, Bó, hagyd, hogy kiguruljon. Ennyi, egyszerű, tömör. Nagyjából. És ezt gondolom mindig megfogadod, vagy igyekszel megfogadni? Az, hogy én annyira félek, apa meg most arra annyira megszokta, hogy mit kell csinálnia, hogy nem is hiszem, hogy a kettő helyzet feltétlenül nem is tudom, relatable, szóval hogy így nem hiszem, hogy apa tud ehhez már annyira viszonyulni, de amit tud, azt megtesz. Készülőben van egy új album, erről mesélj nekem egy kicsit, hogy állnak a munkálatok. Hát úgy állnak a munkálatok, hogy pont most szombaton kezdődik a pre-production, ami azt jelenti, hogy bemegyünk a stúdióba, és megpróbálunk csinálni az 100 zongorás dologból valami komplexebbet, és aztán úgy gurul tovább. Szóval így nagyon az elején vagyunk a felvételnek magának, de az album igazából meg van írva. Valamit még csepegtetnél ezekről a dalokról? Milyenek lesznek ezek? Mik inspirálták? Mit írtál ki magadból? Hát nagyon sok minden van benne. Igazából ilyen önbecsülésválságok, érzelmi és testi abúzus, mindenféle jókedvű téma, szóval ilyesmi, de van egy olyan oldala is, hogy szerintem ezek ilyen viszonylag megszokott, vagy nem megszokott, de azért olyan témák, amiket sok ember tud viszonyulni valahogy, és szerintem ilyen értelemben ez egy érdekes album. Az, hogy nagyon jó album lesz-e, azt nem tudom, de megpróbálom a lehető legjobbat kihozni belőle. Esetleg a mai koncerten is elhangzik valami belőlük? Igazából minden koncerten elhangzik majdnem az egész album. Mert ugye a meglévő dalaim az azt jelenti, hogy így négyen vannak. Ezért aztán mindig kell játszanom egy csomót az új albumról, tehát igazából már mindenki hallhatja az új dalokat egy évvel ezelőtt óta. Hát akkor mi is nagyon kíváncsian várjuk, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó koncertet, ne izgulj! Jó fesztivál! Köszönjük! Singing.
is gone.